nagy szeretettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Vendégem most Skype-on keresztül a vírus járvány miatt, ugye fő az egészség és fő a biztonság, egy bajnoknő, egy öttusázó bajnoknő. Gulyás Michellel próbálok beszélgetni. Halló Michel! Sziasztok! Nagyon jó, megvagy, ez már is egy érmet a nyakunkba akaszthatunk, mint ahogy ez megtörtént veled az elmúlt héten. Magyar bajnok lettél, felnőtt magyar bajnok lettél. Valami hihetetlen siker számomra, bár ez nagyon aranyos nekem, mert az egyik kedvenc sportágam, sportom az öttusa. Szóval nagy gratuláció, és nagyon szeretnélek bemutatni az újpesti kedves nézőknek, az újpesti szurkolóknak. Szóval akkor kezdjük az elején. Az UTE sportolója vagy, de azt tudom, hogy nem régen lettél lilafehér. Igen, november-december körül váltottam a központi sportiskola sportegyesületében most az UTE-hoz. Ez csodálatos dolog, a központi sportiskola, már is van egy közös alapunk, én is valamikor annak idején, nagyon-nagyon régen a központi sportiskolába kezdtem el asztali teniszezni, úgyhogy akkor klubtársak voltunk, és most újpestiek lettünk. Igen, a KS egy nagyon jó utánpótlás nevelő szakosztály, de én valami sokkal profibra vágytam, és úgy érzem ahhoz, hogy az élvonalba kerülhessek a ötöse szintjén, ahhoz kellett nekem az a váltás, és ezért most ide kerültem ugye az UTE-hoz. Olvastam valamelyik újságban, hogy mióta átigazoltál az Újpestbe, az UTE-ba, azóta teszem azt például a futásban is hatalmasat fejlődtél, és ezt a futást láttuk az országos bajnokság fináléjában, hogy hát hátrányból, fantasztikus hajrával sikerült aranyérmet nyerned. Milyen stáb foglalkozik veled itt Újpesten? Milyen edzők vannak? Mennyivel változott meg az életed, hogy újpesti lettél? Hát először is ugye a koordináció szerintem a kulcsa annak, hogy ilyen jól működik itt az UTE-nál, nekem nagyon jól vannak összehangolva az edzések. Ugye mégiscsak öt sportág, nagyon színes az öttusa, de nagyon nehéz mind az ötöt úgy csinálni, hogy ne üssék egymást a sportág, hanem segítsék egymást a versenyen. És ugye ez a verseny nagyon jól ki is jött. A futóedzőm, Karai Kázmér, nagyon jól érzi azt, hogy mire van szükségem futás szempontjából. Vívást a BVSC-ben vívok Andrássy Tibornál, és ugye a Tibaja Péter, aki az UTE szakosztályvezetője, az ötös szakosztályvezetője, ő pedig a koordináló edzőm, aki nagyon jól összehangolja egy héten belüli edzéseimet. Az egy héten belüli edzésekről beszélsz, de azt én nagyon jól tudom, hogy a sport mellett, mondhatom úgy, hogy a profi sport mellett nagyon fontos dolog az életedben a tanulás, és egyetemista vagy, a közszolgálati egyetemen pallérozódsz. Mi leszel, ha nagy leszel? Igen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járok, azon belül a rendvédelmi tagozatra, és azon belül pedig bűnügyi, bűnöldözési szakirányt választottam. Úgyhogy ha végzek az egyetemen még majd 3 év múlva, akkor majd nyomozó leszek. Nyomozó leszel? Hú, akkor nagyon vigyáznom kell, miket mondok most, mert a végén még rám pirítasz. Edzések mellett, a sport mellett mennyi elfoglaltságot jelent az egyetem, és hogy tudod megoldani, mert azt ne felejtsük el, hogy te is említetted, öt sportágból áll az öttusa, mellette egyetem, hát ide én nem is tudom, külön ember kell, aki ezt irányítja, hogy mindig odaérjél mindenhová, és mindenhol úgy teljesítse, ahogy magadtól elvárod. Hát igen, pont azért van szükségem egy koordináló edzőre, aki ugye a Tibaja Péter, és ő tudja, hogy mi az órarendem. Szerencsére az iskola nagyon támogató, és edzés lehetőséget biztosít. Ugye a Ludovika adja a helyszínét a legtöbb edzésemnek, és ugye az iskolám is azon a helyszínen van,
Így, mivel egyéni tanrendes vagyok, sokszor van, hogy előadások között van időm úszásra, vagy akár futásra, vagy lövészetre. De ugye most, mivel a COVID nem engedi, hogy jelenlét legyen az oktatás, ezért most nekem is online folyik a tanítás. Online tanítás, tehát effektíve így az interneten keresztül kell az órákat felvenned. Mikor van vizsgaidőszak? Mikor lesz vizsga? Hát az majd májusban kezdődik. Májusban ugye kezdődik, ez egy nagyon érdekes, mert ugye májusban kezdődik az egyetemen a vizsga, és hát nincs mese, a magyar bajnoknővel beszélek, akinek, kimondom, szerintem óriási esélye van arra, hogy Tokióban az ötkarikás játékokon képviselje hazánkat, az pedig néhány hónapra rá, pontosan 2 hónapra rá el is kezdődik az olimpia. Hogy állsz ezzel a kérdéssel? Melyik a fontosabb per ebben a pillanatban? Hát eddig is volt vizsgaidőszakom, az mindig ugye nyárra esik, vagy így tavasz végére, és eddig is mindig meg tudtam oldani azt, hogy, vagy meg tudtam ezt a hangsúlyt találni az öttusa, hogyha a tanulás között, hogy mikor melyik hangsúlyosabb. Nyilván vizsgaidőszak és ZH időszak alatt többet járok iskolába, és arra készülök inkább. Ha meg versenyidőszak van, akkor természetesen a versenyekre, de hát nem az egész napomat veszi el sem az iskola, sem a sport, így mindkettőt meg tudom oldani egymás mellett. Belekérdezek a közepébe. Mekkora esélyt látsz arra, hogy kijuss az olimpiára? Ugye tudjuk, hogy ezt az olimpiát eltolták egy évvel, és egyeseknek ez jó, másoknak ez nem volt teljesen jó, hát más nekem sportolónak. Hát nekem könnyebbség az, hogy eltolták egy évvel az olimpiát, hiszen plusz egy éven volt felzárkózni a felnőttekhez, és utolérni a felnőtteket azokban a számokban, amiben ugye le voltam maradva hozzájuk képest. Ez a sikerült is, hiszen ez a versenyen kirajzolódott, hogy a futásomban mekkora tudtam előrelépni. A vívásom pedig még azt kell csiszolnom, hogy azt, amit edzéseken is meg tudok csinálni, az versenyen is előjöjjön. Az, hogy magyar bajnok vagy tiéd az aranyérem, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan az olimpiára kijutsz, mit kell elérni, vannak kvóta szerző versenyek, egyáltalán milyen programmal lehet kijutni, milyen eredménnyel lehet kijutni Tokióba? Hát a világkupa időszak márciusban kezdődik, az ennek a hónapnak a végén, itt Budapesten. Az lesz az első olyan verseny, ahol kvóta szerzőpontokat lehet gyűjteni. Ugye a kvóta, vagy a kvóta szerzőversenyek, ezek a világkupák egy ranglistát hoznak létre majd a versenyzők között, és azok alapján kaphatta az ember kvótát. Ugye nyilván a pontszámok alapján minél több pontja van, annál előrébb van a ranglistán, és akkor annál nagyobb eséllyel kaphat kvótát. Valamint van majd májusban a felnőtt világbajnokság, és ott az első 3 helyezett kaphat direkt kvótát, ami ugye út az olimpiára. Hány hely van, hány induló lehet az olimpián női öttusában? 36 fő. 36, ez abba bele kell kerülni, nincs mese. És abból hány magyar lesz? Kettő hely van a magyaroknak. Igen. Ugorjunk egy kicsit vissza ide Újpestre. Mint említetted, a Ludovikán, tehát az egyetem falai között tudsz tréningezni. Akkor Újpestre azt jelenti, hogy nem is nagyon jársz jelenleg? Jelenleg nem, mert a hideg időszak miatt ugye nyilván tél volt, a szimában volt a futóedzésem, az úszásom ugyanúgy a Ludovika arénában volt, és a vívásom pedig a BVSC-be. A lovaglás pedig ugye a Nemzeti Lovardában van, mivel ott van az öttus a keretnek ugye a lovas edzése. Bontsuk meg egy kicsit az öttusát, az öt számot. Ha teszem azt egy párbajtőr versenyen elindulnál, ugye említett, hogy a BVSC-be jársz vívni. Egy párbajtőr versenyen milyen esélyed lenne, vagy van az igazi párbajtőrözők ellen? Hát ugye minden öttusázó szokott járni vívó versenyekre, mert az nagyon hasznos tapasztalatokat tud ott gyűjteni az ember. Én is természetesen szoktam.
Ugye nekünk ott nem a helyezés számít, hanem az, hogy előre tudjunk lépni, és kamatozni tudjuk azokat a dolgokat, amiket ott megtanulunk a saját öttusa versenyeinken. Ezt azért kérdeztem, mert annak idején, a régebbi időkben tudtuk azt, hogy teszem azt egy öttusázó, aki jól lőtt, magyar bajnok lett pisztolylövésben, sőt, öttusázó nyert párbajtőr magyar bajnokságot. Úgyhogy úgy néz ki, hogy már réges-régen nem igaz az a feltevés, hogy abból lesz, teszem azt atlétikában 10 próbázó, 7 próbázó vagy 5 tusázó mondjuk a te sportágatban, aki egyetlen egy számban sem a legjobb. Itt úgy veszem ki a szavaidból, itt minden számban jónak kell lenni, vagy? Igen, egyre jobban kiesedett a verseny arra, hogy minden számban erősnek kell lenni, mert apró kis hibákon múlhat az, hogy valaki harmadik vagy hetedik egy versenyen, mert másodpercenként több befutó van egy versenynek a végén, úgyhogy mindenképpen sokkal izgalmasabb így a verseny, hogy minden számot meg kell erősíteni, és minden számban jónak kell lenni. Minden számot végig kell csinálni egy nap alatt, ami ugye, hát ez nem kis kihívás. Tudtok előre számolni? Lehet egy picit tartalékolni, hogy tudod azt, hogy mi következik, melyik szám következik, akkor egy kicsit most lecsípek az úszásból egy-két másodpercet, és akkor ebben spóroltam valami erőt a futásra, teszem azt? Hát ilyenekkel maximum egy selejtező, vagy egy versenyselejtezőjén lehet játszani, azzal, hogy nyilván egy csoporton belül mondjuk 15 ember jut be, akkor hogyha látom, hogy jól sikerült a vívás, akkor a úszásból kicsit visszaveszek, és a kombinált számból, hogyha nincs rá szükség. Viszont nyilván a döntőben ott minden számot maximálisan kell teljesíteni ahhoz, hogy a nap végén ott lehessen az élmezőnyben a versenyző. Misa, beszéljünk egy kicsit az országos bajnokságról. Hogy indultál el? Milyen tervek vannak? Persze tudom azt, hogy minden versenyző azért indul el egy bajnokságon, hogy nyerjen. Te hogy érezted, amikor reggel felkeltél, hogy na, ma magyar bajnok leszek? Hát nem gondoltam, hogy magyar bajnok leszek, mert ugye a felnőtt magyar bajnokság az nekünk mindig egy nagyon nagy verseny, és ugye egybe volt kötve egy nemzetközi versennyel, a Peridot idényító fedett pályás versennyel, ami nekünk minden évben van, és ugye emiatt, hogy nemzetközi verseny is volt, így ilyen félelvások nem voltak magammal szemben, hogy magyar bajnok legyek. Mikor érezted azt, hogy oda lehet érni? Mert egy versenyző, gondolom, a számok közben már számolgat, látja, hogy merre tart. Mikor érezted azt, hogy ezt be lehet húzni? Hát megmondom őszintén, hogy a kombinált szám utolsó 800-án realizálódott bennem, hogy ennyire az élmezőnyben vagyok, hiszen ott kerültem ugye a legelső helyre, és onnan meddig vitt a szívem, és befutottam elsőként. Ezt mondd el, légy szíves, a kedves nézőknek, hogy mit jelent a kombinált szám. Én tudom, de a kombinált szám számomra egy olyan megpróbáltatás lenne, hogyha én ezt csinálnám, hogy én azt gondolom, hogy én mindig ott veszteném el a versenyt. Hát igen, nem könnyű magas pulzussal lőni, úgyhogy mindenképpen bele kell szokni. De hát nyilván arra valók az edzések, úgyhogy hozzá lehet szokni. Mennyi hátránnyal indultál a kombinált szám elé, tehát magyarul a futás és a lövészet előtt? Ugye, mert mondtad, hogy pontok vannak, és azt másodpercekre váltják át. Mennyi hátrányod volt? 33 másodpercre indultam az első versenyzőtől, aki egy francia versenyző volt. 33 másodperc? Jézus Mária, hát az egy fél perc, hát te nem is látod a másikat, ha fut előtted. Igen, hát fokozatosan értem őket utol, amelyet az élbolyt. Ez mind a nagyon jó lövészetemnek köszönhető, az, hogy stabilan tudtam folyamatosan jól lőni, valamint annak, hogy a futás nagyon-nagyon jól ment. Te, Michel, elmondod nekem azt, hogy, vagy nekünk azt, hogy azt mondod, hogy stabilan lőttél. Ez azt jelenti, hogy minden lövésed talált? Vagy hogy működik ez az öttusában?
Hát ugye 5 találatig megy az 5 tusában a lövészet, és minél gyorsabban kell azt az 5 találatot elérni. Egy-két hibám volt sorozatonként, de mivel viszonylag gyorsan növök, ezért 9 másodperc körülbelül egy sorozat, amit le tudok lőni jól. Tehát 9 másodperc alatt megvolt az a találatmennyiség, amitől lehetett futni a következő lövészetig. Hány méter a futás a végén? 4x800 méter négyszer, is köztem. 4x800 és minden 800 előtt van egy lövészet? Igen, igen. 4x van lövészet és 4x van 800 méter futás. 4x800 az 32, az 3200 plusz a lövészet. Hát le a kalappal, Michel, mit mondjak neked? És azt mondod, hogy az utolsó 800 előtt realizálódott, akkor fogtad fel, hogy oda juthatsz, hogy aranyérmes lehetsz. Az utolsó 800 előtt már vezettél? Az utolsó 800-ra egy fehér orosz versenyzővel futottam ki, de úgy éreztem, hogy sokkal jobb erőben vagyok, ami szerencsére be is bizonyosodott. Viszont mögöttem nagyon szorosan jött egy török versenyző, aki a mezőnyünk legjobb futója, de hát szerencsére meg tudtam tartani az előnyem, és akkor így egy nagy hajrával el sem tudtam lenni. Most, hogy mondod, hogy török versenyző, francia versenyző, a magyarokról nem is beszélek, melyik nemzet a világhatalom öttusába ma, mondjuk a nőknél? Lehet az ilyet mondani? Nagyon erősek. Igazából minden országnak, vagy minden nemzetnek van egy-egy, vagy egy-kettő nagyon erős versenyzője, úgyhogy nem tudok egy nemzetet kiemelni, aki a legjobb lenne szerintem. Ez azt jelenti, hogy egyre népszerűbb a világban is az öttusa, egyre többen művelik, és egyre többen magas szinten művelik, tehát most már nem meglepetés, hogyha egy olyan ország versenyzője jelentkezik, aki eddig hát labdába sem rúgott, teszem azt öttusába, és egyszer csak egy török ott van, vagy teszem azt egy most nem akarok nemzeteket sorolni, de most már mindenhonnan lehetnek jó versenyzők, Egyiptomból például, ha jól tudom. Igen, mindenképpen. Mindenképpen. Mennyire változik a mezőny, mennyire ismered az ellenfeleket, bár többször mondtad már, hogy a felnőtt magyar bajnokság az egy egészen más kávéház, ahogy mondják, ugye a juniorból felmenni a felnőttek közé, ez egy nagyon nagy ugrás. Mennyire vagy tisztában a felnőtt női mezőnnyel, akár az olimpián indulókkal? Kik lehetnek az ellenfelek? Ezt lehet tudni így már nagyjából? Az ugye, még én is junior versenyző vagyok egyébként, vagy az utolsó éves junior versenyző. A felnőtt mezőnyben pedig már egy jó ideje versenyzem, úgyhogy természetesen tisztában vagyok azokkal a versenyzőkkel, akik mindig az élvonalban vannak, és igen. Tehát nagyjából tudod, hogy ki ellen kell készülni, ugye? Ezt lehet mondani? Igen, sokszor találkozom velük nemzetközi versenyen. Legközelebb hova utaztok, vagy lehet ezt mondani, bár tudjuk, hogy itt a Covid miatt nehéz az utazás, de mondtad, hogy Budapesten lesz világkupa verseny, és a nemzetközi, tehát hogy működik ez, hogy lehet utazni, hányszor vagytok szűrve, hányszor tesztelnek benneteket? Hát ugye a legelső versenyünk, vagy az a következő versenyünk, az a budapesti világkupa lesz, utána pedig majd Szófiában lesz a második világkupa, illetve a harmadik is. Úgyhogy szerencsére nem kell annyira messzire repülnünk. Nyilván Covid-tesztet folyamatosan végeznek rajtunk. Én voltam már Covidos egyébként decemberben, onnan kicsit nehéz volt visszarázódni, de szerintem ez igazán jól sikerült. Tehát túlestél rajta, az oltáson is túl vagy, vagy még nem kaphattál oltást? Még van ellenanyagom szerencsére, úgyhogy még oltást nem kaptam. Ez egy örömhír. Egyetlen, gyorsan most már lezárjuk lassan ezt a beszélgetést, mert gondolom tanulnod kell, hát hiszen nincs mese, vagy netalántán. Tényleg most edzés, az hogy van? Az edzések ugyanúgy folynak, mint folynak rendesen. Úgyhogy szerencsére az semmi akadályban nem ütközik. Egy utolsó kérdés itt a végén, hogyha
kívánhatnál valamit az elkövetkezendő 3-4 hónapra, mi lenne az? Kívánhatnék valamit. Mivel kapcsolatosan? Úgy az élettel, az öttusával, úgy a Gulyás Michel kívánhatna valamit. Mi lenne az? Hogy minden úgy történjen, ahogy történnie kell. Ahogy történnie kell. Hát úgy látszik, hogy nem csak jó nyomozó leszel, hanem fantasztikus diplomata is vagy már most. Ez nagyon jó. Michel, akkor én azt kívánom neked, majd akkor én kívánom. A vizsgáid azok sikerüljenek, és az az álom, mert gondolom az álom, egy szép álom, azt beteljesedjen, hogy Tokióban szurkolhassunk neked innen Újpestről, hogy minél szebb eredményt érjél el, és akár az utolsó 800 méter előtt is úgy kezdjél el futni, hogy esélyed legyen a dobogóra fölérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, vigyázz magadra, üdvözlök mindenkit az újpesti öttusa szakosztályból, Tibolya Pétert külön nagy szeretettel, és csak annyit mondok, hogy váljon valóra az álmod, és sok-sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt az Újpesti Sport erre a hétre. Önöknek azt kívánom, hogy vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk itt az Újpest Televízióban. A viszontlátásra!